Megnyílt a Jurosszetöri fegyverkiállítás már külvárosában izraeli védelmi vállalatok részvételen nélkül, mert egy francia bíróság civil szervezetek keresetére azok expótól való eltiltásáról döntött a múlt héten. Az európai kormányok megemelték védelmi költségvetésüket, így az üzlet fontos, és a kiállítás szakmai partnerei a drónokra, a drónok elleni rendszerekre, a légvédelemre, a nagy távolságú tüzérségre és az aknamentesítésre összpontosítanak. A Jurasszatori a világ egyik legnagyobb fegyverkiállítása, amelyet két évente rendeznek meg Párizsban, általában 62 ország több mint 2000 kiállítója részvételével.